Köszöntöm Önöket a 10 perc Bukarest 35. adásában. Sokat dolgozunk azon, hogy a megemelkedett energiaárak ne okozzanak nagy gondot a családoknak, és minél kevésbé érezzék az áremelkedések hatását. A Fejlesztési Minisztérium eddig összesen 215 millió lejt utalt a megdrágult távfűtési számlák kifizetésére Csíkszereda, Sepsi Szent György, Gyergyó Szent Miklós és Székelyudvarhely mellett Brassó, Nagyvárad, Temesvár, Arad, Várat Szent Márton, valamint Nagyszeben önkormányzatainak is segítettünk kifizetni a téli hónapok fűtés számláit. Önkormányzati kérés esetén segítettünk minden olyan településnek, ahol gázal fűtött kazánházakkal oldják meg a távfűtést. Mert tudjuk, hogy az energiaárak drágultak, tudjuk, hogy nem könnyű a számlákat kifizetni, és mindent megteszünk azért, hogy a családoknak ne kelljen hideg otthonokban tölteni a telet. Mint ismeretes, az energia mellett jelentősen drágult az üzemanyag is, és a világjárvány miatt pedig már tavaly nagyon felment az építkezési alapanyagok ára. Van tehát már tapasztalatunk abban, hogyan kezeljük az ilyen helyzeteket. Augusztusban a Fejlesztési Minisztérium megoldotta az építkezési alapanyagok áremelkedése által okozott gondot, erről korábban beszámoltam önöknek. A héten összeszámoltuk azt is, hogy a tavaly nyári intézkedéssel hány iskolát, kórházat, hány épülő utat sikerült megmenteni attól, hogy a drágulások miatt az építők abba hagyják a munkát. 1675 a minisztérium által finanszírozott befektetés sikerült megmenteni, közel 600 millió leértékben. Most újabb javaslatot dolgoztunk ki, mert az alapanyagok tovább drágultak. Egyeseket nehezebb megvásárolni a háború kitörése óta. Ukrajna például vasbetont gyártott, amelyből most lényegesen kevesebb érhető el a piacon, és drágábban lehet megvásárolni. De ez nem szabad azt jelenti, hogy nem építünk több bölcsődét, nem újítjuk fel a korosodó épületeket, és nem fejlődhetnek településeink. Szeremdész javaslata az garantálja, hogy az elkezdett épületeket befejezik, nem marad papíron a beruházás, és a már befektetett közpénz nem hiába lett elköltve. Azt is biztosítanunk kell, hogy az építkezési cégek ne menjenek csődbe, nagyobb munkanélküliséget eredményezve akkor, amikor Romániának hatalmas összegek állnak a rendelkezésére a helyreállítási alapból, például arra, hogy építkezzünk, fejlődjünk. A cégek profitjára nem vonatkozik a javaslat, csak a megemelkedett árakat fedezzük, erről biztosíthatom önöket. Holnap után indul az eddigi legnagyobb épületfelújítási hullám Romániában. Április 1-től az önkormányzatok a Fejlesztési Minisztérium által finanszírozott beruházásokra, amely során átlagban 4333 épületet teszünk energiatakarékossá, tűzbiztossá és földrengés országszerte. Ez a helyreállítási alap eddigi legnagyobb költségvetésű pályázati kírása 2,82 milliárd euróból, Tömbházlakásokat és közintézményeket újítunk fel. 2009 és 2021 között 12 év alatt a minisztérium összesen 2719 tömpházat tett energiatakarékossá, és 28 épületet földrengésbiztossá. Ehhez képest most 4 év alatt több mint 4000 épületet fogunk felújítani, ez nem kis dolog és több szempontból is fontos, mert egyrészt csökkentjük ezáltal az energiaszükségletet, ami ismét segít a megnövekedett árak kontextusában. Több áramot tudunk megsporolni, mint amennyit a vidráró vízerőm egy év alatt termelni tud. Ugyanakkor a környezetünket is védjük, mert annyival csökkentjük a széndioxid kibocsátást, mint amennyit 755 ezer hektár erdő tud belélegezni. A minisztérium most először teljes mértékben finanszírozza a felújítást sem a lakóktól, sem az önkormányzattól nem kérünk önrészt. Pályázatok érkezési sorrendje döntő lesz, úgyhogy pályázásra, munkára fel. Egy szót még a bölcsődépítési munkáról. Legutóbbi adásunk óta 142 új bölcsőde megépítésre hagytuk jóval a finanszírozást. Így a nagyvárosokban korábban jóváhagyott 138 mellett a kisebb városokban és vidéken is épülhetnek új környezetbarát bölcsődik. Eddig összesen 280 bölcsőde megépítésére biztosít finanszírozást a Fejlesztési Minisztérium. Ha mind felépül, hatalmas lépés lesz ahhoz képest, hogy jelenleg Romániában 395 állami bölcsőde működik, amelyben csak 22.296 gyermeknek van hely. Az újabb jóváhagyással ott építünk bölcsődét, ahol valóban szükség van rá. Például a nagyvárosok melletti településeken, ahová a városban dolgozó fiatal családok költöznek ki, így a lakhelyükhöz minél közelebb lévő bölcsődébe járhatnak a gyerekek. Ezekkel az intézkedésekkel közvetlenül, kézzelfogható módon segítjük az erdély magyar családokat a boldogulásban, gyarapodásban. De a lelki, szellemi jólétről sem feledkeztünk meg ma is garanciát szereztünk egy helyi szimbólum szabad használatára. Az RMDS javaslatára nagy perek hivatalosította a mai ülésén a kormány. Az zászló a 43. szimbólum, amelyet az RMDS kormányzati szerepvállalása óta hivatalosítunk. Legutóbbi számadásunk óta Csernáton, Mezőpalit és Újszentes címerét, illetve Galócás és Lemhény zászlóját sikerült hivatalosítani. Végül hat szóljak a népszámlálásról, amely a legnagyobb kihívásunk idén tavasszal. A népszámlálás harmadik hetében járunk. Az önkitöltéses szakasz javában zajlik május közepéig. Mi az rmdsz azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a népszámlálás során minden magyar embert megszámoljanak. Hiszen közösségünk szempontjából ez nem egy egyszerűen a statisztikáról szól, hanem létkérdés is. Népszámlálás kimenetelétől függően érvényesülnek nyelvhasználati jogaink, állami támogatásban részesülnek oktatási, kulturális intézményeink, egyházaink. De a településünk fejlesztésére szánt támogatások is ezen múlnak, ez határozza meg a bukaresti tárgyások során az alkupozíciónkat. A mi érdekünk ezért nem lehet más, mint hogy korrektül megszámoljanak, erre pedig az egyik legjobb módszer, ha az önkitöltés lehetőségével élünk. Ha nem vagyunk biztosak magunkban, kérjünk segítséget gyermekünktől, unokánktól, attól a személytől, aki járatos a számítógép használatban. Ha nincs ilyen személy a családban, akkor menjünk el a településünk összeírópontjára, ahol a számláló biztosok segítenek a kérdőív kitöltésében. Ne felejtsék el a háztartásukban élő összes szemét beregisztrálni, bátran vállaljuk a magyarságunkat, és töltsük ki a kérdőívet a végéig. Köszönöm a figyelmet!